Itt vagyunk a Molnaloa parkban, vagyis hát kertben, és itt van egy nagyon híres fa mögöttem éppen, amit a Hitachi reklámban használtak, és azt hiszem, hogy pontosan 160 éves a fa. Gyönyörűséges. A hátam mögött meg, amit láthatunk házat, vagyis hát ilyen kis jópofi kis házikó, az pedig a Kamehameha királynak a igazából nyaralója volt, és odaadta a legjobb haverjának állítólag, de szerintem nem vagyok benne biztos, hogy ez ténylegesen így történt. Szerintem ödös tukkolt neki egyet, és befenyítette, és akkor adta neki oda, de teljesen mindegy. Ezután kezdtek el egy ilyen kertet kialakítani itt. Állítólagosan van itt valami japán kert is, egy kis japán kert, meg valami kínai jópofiság. Nem tudom, mindjárt körbenézünk. Egy marha nagy területről van egyébként itt szó, amint láthatjátok, egy szép nyitott terület, és így egészen ott végig ott arra még el lehet menni bal oldalra, úgyhogy végig fogunk itt sétálni.